Üdvözöllek benneteket, kozmikus üzenetek. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha van valami fontos, és úgy érzem, hogy ezt közölnöm kell veletek, hogy készüljetek fel, mi történik a következő napon vagy napokban. December 2. Merkur bolygó és Szaturnusz bolygó egy nagyon jó kapcsolatban áll egymással. Ez előnyös tanulásnál, vizsgáknál, előnyös szerződéseknél, vagy jelenti a kommunikációt, amikor megvan arra a lehetőség, hogy egy beszélgetés útján rendeződjenek a dolgok. Ezen a napon a nap és a hold szintén egy gyönyörű kapcsolatban áll egymással, mindkettő a víz elemében van, ami utal érzelmekre. Most megvan arra a lehetőség ezen a napon, hogy nyitottan beszéljünk érzelmekről. Van közeledés, van bizalom, a kommunikáció jó, és itt érezhető a nőies és a férfias energia, amikor megvan ez a vonzalom, és lehet érzelmekről beszélni. Ezen a napon Mars bolygó és egy visszafele tekintő Jupiter bolygó szintén kapcsolatban van, de másképp hatnak. Ez se jó, se rossz, de mégis történik itt valami. Jupiter bolygónál gyakran igazságról vagy igazságtalanságokról van szó. Ez lehet egy bírósági ügy is, mivel visszatekintő, ez jelenti a múltat. Mars bolygó nagyon erősen hat ki az eseményekre, hiszen az indiai asztrológia szerint a Szkorpión jegyében van, ahol uralkodik. És Jupiter bolygó az a Kos jegyében, ahol szintén Mars bolygó uralkodik. Tehát megvan most az erőnk ahhoz, hogy bebizonyítsuk magunkat, vagy harcoljunk az igazságért. Mars bolygó az jelenti gyakran a férfiakat, lehet, hogy ők vannak most egy olyan helyzetben, ami igazságtalan volt a múltban, hiszen ez a visszatekintő Jupiter bolygó jelentheti a múltat is, visszatekint a múltba. És a férfiak most ezt a helyzetet szeretnék rendezni, szeretnének valamit tisztázni, hiszen ezek lehetnek fájdalmas emlékek is. És mivel Merkur, Szaturn és a nap a hold jó hatással van az eseményekre, most megvan arra a lehetőség, hogy a férfiak, különösen a férfiakra hat ez ki, tisztázzanak bizonyos dolgokat. Ami bennünket, hölgyeket illet, most lehet érzelmekről beszélni. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!